kívánok mindenkinek. Szűnyek terítés van. Jó reggelt kívánok mindenkinek, december 6-án. Mikulás napja, na ma van Mikulás. Na, osztátok meg. Ma van Mikulás. Full piece, full, yeah.
húzni rajta a szélét. Miért tudja húzni a szélét? Többet keresem, mint gépkezelők. Nem azért, mert nagyobb tudást igényel, hanem mert kevesebb a dózzanok.
Bódorgozik egyébként. Bódorgozik a srác. Így kellett csinálni. Teherautó, meghoztál a teherautó kerékmosót is, mondom, visznek el földet, vagy hoznak valamit, sarad ne vigyek ki az útra. Itt is letelepítik azt a kerékmosót, amire nyáron nem volt szükség, amott a másik helyen, ahol voltak. Ilyen Liebherr dózer nem lehet két fillér, brutálisan drága lehet. Brutálisan drága lett egy Liebherr dózer. Előre való szélvédője egy negyed négyzetméter sincsen, egy pici kis kocka, de annál nagyobb az ajtó, ablak, mert ugye az előre való szélvédő hiába lenne nagyobb, a motorház tetőtől nem lát semmit. Nem is kell nagyobb, de az ablak, ami az ajtó van, ott kicsit látja a két szélét a lemeznek, és a tolólapnak két szélét látja, és ő neki pont az kell. Azért van így megcsinálva. Azért van így megcsinálva, hogy az ajtón lásson ki. Az ajtónak az ablakán. Azért tele üveg. A szélvédő, az első szélvédő meg egy kis picsányi semmi. Jól dolgozik a srác. El kell hagyni. Kapnak körülbelül 24-26 fontot óránként. Ez nagyon jó pénzám a dózerosoknak. Jó dózeros kőkeményen megkérheti az árát és meg is kapja. Ott van a tolólap két szélén a GPS-nek, a adóbevének a rúdja. Az a sárga rúd, ami a tolólap két szélén van. Az a zsinór vezet, az ugyanolyan, mint amit én a gépre felszoktam a hátuljára rakni, arra teszik a GPS szintezőnek a vevőjét. Vevőegységet. Nagyon jó dolog, a srác.
órákig elbír nem nézni, hogy más dolgozik. Szépen olyan ikonikus kaját hoztam, ami a magyaroknak ugyan ugyanolyan ikonikus ételmét, mint egy pörtölt. És most megmondom, hogy én hogyan szeretem. És megmutattam, hogy én hogyan szeretem ezt az ételt. Amíg le nem ejtem. De akkor üvölteni fogok. Kérem szépen egy nagy kondér lecsó. Mégpedig egy nagy két nagy tonál cukorral, kis tál cukorral és főtt tojással. Kis tetszések. Ugye a lecsót az hagyományosan úgymond tévépaprikából, tölteni való paprikából csináljuk, a sárga paprikából. Ajánlom mindenkinek, hogy próbálja már egyszer, mint ezt, Kalifornia, színes kaliforniai paprikával.
én anyám azt szokott még beletenni egyébként egy kis list. Nem sokat. Kis főt list. Akkor még finomabb. De nagy marha, hogyha nem tettem bele, pedig van ott a rizs. Na. Eszembe is volt, hogy teszek bele. Eszembe is volt. Elfelejtettem. Paradicsomos ételek általában cukorra jók. Akár lecsó, akár töltött paprika, akár pajcsomleves. Nem tudom, honnan ered ez a főtt tojással való lecsó. Anyám mindig így csinálta. És hát én is így szoktam meg. Nyilván azt sem rossz, ha meg, mert beleütik a tojást. Abban sem semmi baj. Van is finom. De ez más. Miért? Attila kérdezte, hogy a negyed döntőt nézik az angolok meg, hogy milyen itt a foci láz, meg stb. Hát, nagyon szépen. Más világbajnokságokon vagy EB-ken nagyobb láz szokott lenni. Hát onnét látszik egyébként, hogy ilyen foci láz van, mekkora,
hogy hány úton látok angol zászlót. Nem brit zászlót, angol zászlót. Mivel az angolok, a velszek és a skótok külön indulnak a VB-n, és a olimpián meg együtt indul Nagy-Britannia, de a VB-ken, EB-ken külön indulnak. Miért van így? Fogalmam sincs. Mert ilyen alapon külön indulhatnak akár Bajorország és Németországtól. Vagy Bastard Spanyolországtól külön indulhatna ilyen alapon. Vagy az angol külön indulnak. Na mindegy. Az angol zászló az egy fehér alapon, vörös kereszt, de úgy van a vörös kereszt, hogy végig ér az átló széléig. A piros kereszt csík. Piros keresztnek a csíkja. És egy vékony csíkról van szó. Nem olyan, mint a vörös keresztnek az átlója, a egészségügyi szervezetnek. Nem olyan. És ahány autó látom, attól függően van itt nagy hány autón látszik, mert kiteszi az autókon, ezt a zászlóra. Sok autón látom, akkor nagy láz van. Akkor jól állnak a britek. És nem a britek, az angolok, jól állnak. Akkor nagy láz van. Ha kevés autó látom, akkor nem annyira. De az azért érdekelne, hogy hogyan engedték meg hogy külön induljanak országrészenként a britek, és ugye senki másnak nem engedték meg. De hogy tudták elérni? Ugye most például kijutott Arnél is, meg Wales is.
Fú, a kurva élet. Ez egy... Fú. Most nagy szélerőmű park van, itt nem messze. Ott a távol volt, forognak a szélerőművek. Jó néhány. Na. Hát most már szárad azért, ha nem lenne eső, nem lenne baj.